Milyen érzés, amikor a katlanba már nem bírjuk, és kijövünk a ereszre, vagy nem tudom mi ez. Eresz. Ereszre. Hát ez már mondhatnánk eresznek is. Mit szóltok hozzá? Ez az, imádom ezt a helyet. Megmondom őszintén, én tényleg imádom. Független attól, hogy tényleg nagyon meleg van, de én még itt is el vagyok veletek, mert nagyon megszerettem ezt az egész csapatot. Tök jó egy ilyen csapat részese lenni. Igen, nyilván felmerült bennem megint az, hogy férfi párbaj lesz a héten. Több mint valószínű, hogy én leszek a biztos párbajozó, viszont rohadtul nem szeretnék hazamenni, meg itt hagyni benneteket, mert első benyomáshoz képest mindenkiben hatalmasat csalódtam, és mindenkit egytől egyik megszerettem. Téged azt hittem, hogy ilyen mufur csávó leszel, aztán közben tök jó fej, tök laza csávó, még rohadt értelmes vagy. Kivétel, amikor nem. Zanáról, róla meg azt hittem, hogy egy bunkó leszel, aztán közben meg egyenes csávó vagy. Vikiről is azt hittem, rólad is azt hittem, hogy ilyen kicsit ilyen zárkózottabb leszel, meg kicsit ilyen mufurcabb, de ahhoz képest szerintem tök jól el vagyunk. Dorciról már rég azt hittem, hogy ilyen fiatal kis csaj, aztán közben nagyon érett nő. Köszönöm. Hát, ne vieskedj. Dave-ról pedig azt hittem, hogy tényleg egy ilyen kis túlpörgéses csávó vagy. Viszont tényleg. Aztán közben minden mellette hatalmas szíved van, meg tényleg tele vagy energiával, és ez szerintem nagyon sokat számít, akár a versenyeken, vagy akár amikor itt vagyunk bent, és tele van a hócipőnk a meleggel, akkor is pozitívan tudod felfogni a dolgokat, és ez nagyon szuper. Köszönöm. Bogi, azt hittem, hogy egy ilyen kis hercegnő vagy, aztán mindezekhez képest meg a pályákon nagyon-nagyon tudod tenni magad, és veled is tök jól kijövünk, és tényleg annyira megszerettem ezt az egész csapatot, nem szeretném még hazamenni a héten. Teszünk róla, hogy ne kelljen hazamenni. Így van. Nagyon aranyosak voltak Alex szavai, amiket itt kint mondott. Megmondom őszintén, hogy így kicsit mélyen érintettek, tehát így elgondolkodtam rajta, hogy tényleg milyen nehéz egy új játékosnak bejön ide, jól érzi magát, de közben tudja, hogy tényleg nagyon magas a mérce, és ennek ellenére, tehát ő mindent próbál megtenni azért, hogy maradjon, és esetleg elkerüljön egy párbajt, úgy, mint fix versenyző. Ez nagyon nem lehet egy egyszerű dolog. Az első lépés megvan, holnap ismét előnyjáték, most viszont így, hogy már csak 80 vagyunk azért, látod, hogy kijöttek ma a dolgok. Főleg, hogyha nektek is kijön a dolog, még itt kijön az egész jobban, akár Dórának, akár neked, akkor itt az olló az még nagyobbra is nyílhat a végére. Igen, én is úgy érzem, és bízom benne, hogy minél előbb kijön belőlünk az, ami bennünk van, és úgy tudunk teljesíteni, hogy mi is szeretnénk. Benned van az exatlon. Ismét felmerült benne a párbaj gondolata. Jobban örülnék annak, hogyha ki tudna az egész csapat ezt kerülni. Természetesen az én pontjaim is szükségesek lennének ehhez. Természetesen csalódott vagyok a teljesítményem miatt, viszont megígértem otthon, hogy nem fogok törni, zúzni és nem fogok kiakadni. Úgyhogy próbálom magamban kezelni ezt, és úgy gondolom, hogy a probléma már megvan, már csak a megoldást kell megtalálni, és onnantól kezdve már csak jobb lehet. Köszönjük, hogy követtek minket. Ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt, és itt tudtok jelentkezni.